Adásunk kezdetén a Kecskemét melletti Vackorvár erdei iskolába látogatunk, ahol két általános iskolás gyermekcsoport napi programjába lesünk bele. Itt vagyunk a Vackorvár erdei iskola épülete előtt, egy gyönyörű környezetbe, és két osztály érkezett ma hozzánk, az egyik Balástyáról, ők negyedik osztályosok, a másik pedig Kiskunfélegyházáról, ők második osztályosok. 9 órától elkezdődnek a foglalkozások. A másodikosokkal kenyeret fogunk sütni kemencében, a negyedikesekkel pedig vadászati kiállításra fogunk felmenni. Reggel 6 órakor én már befűtöttem a kemencét, a kollega nőim pedig elő fogják majd készíteni a teknőt, a hozzávalókat, ugyanis a gyerekek fogják begyúrni a tésztát, együtt dolgoznak, a kelesztés, dagasztás közben majd még játszanak is egy kicsit, amíg pihen a tészta, addig ők játszanak, utána újra megformázzák, be fogjuk rakni a kemencébe, és remélhetőleg délbe már az ő általuk készített friss kenyeret ehetik az ebéd mellé. Kicsikkel, az általános iskola alsós első-másodikosokkal jóval nehezebb dolgozni, viszont úgy gondolom, hogy sokkal több örömet, sokkal több pozitív visszajelzést is kapunk tőlük. Nagyon aranyosak, nagyon érdeklődőek, rengeteget kérdeznek, fantasztikusan jó velük dolgozni. Amíg a második osztályosok a kenyeret készítik, addig én a negyedikesekkel fel fogok menni a galériánkra. Van egy vadászati kiállításunk, gyönyörű trófeákkal, preparátumokkal, állatbőrökkel, egy kicsit a vadászatról fogunk beszélgetni. Itt nyilván nem az a cél, hogy mindenkiből vadász neveljünk, hanem az, hogy megmutassuk a gyerekeknek és a tanároknak is, hogy a vadász nem feltétlen öl, hogy mik a vadásznak a feladatai, a vadász gondoskodik a vadállományról, eteti, itatja, javítja az élőhelyét, fejleszti az élőhelyét, mindenképpen gondoskodik a vadról, és ha oda kerül a sor, akkor amelyiket szükséges, törvényes, azt el fogja ejteni. Az erdőiskola az egy olyan helyszín, ahol egy erdőgazdálkodó, a szakmánk, az erdész szakma a legnagyobb kapcsolatrendszer tudja kialakítani, mert a családok a legféltettebb kincsüket, a gyereküket küldik el az erdőiskolába. Itt mi vigyázunk rájuk, olyan élményeket adunk, amivel ő gazdagodik, tehát áttételesen akár a szülőkre is hatással vagyunk az itt levő foglalkozások kapcsán. Másrészt az elmúlt évtizedek alatt azért évente több ezer gyerekünk jött, tehát itt, ha úgy veszük, 20-30 ezer látogatónk volt. Ez egy nagyon nagy szám, tehát ez mutatja, hogy azért van értelme ennek a ténykedésünknek. Bízunk benne, hogy a jövőben ez megmarad, mert enélkül a jövő nem úgy alakítható, ahogy kellene. Én már 7. éve dolgozok itt a Vackorvár erdei iskolába, 5 évet, mint foglalkozásvezető, és ez a 3. évem, mint iskolavezető. Fantasztikus helynek tartom a Vackorvárt. Amikor ide kerültem, úgy éreztem, hogy ez nem az én pályám lesz, de aztán belejöttem, és most el se engedném, semmi pénzért nem engedném el. Nagyon szeretek itt dolgozni, nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Fantasztikus élmény, hogy évente akár 3-4 ezer embernek is átadhatjuk ezt az élményt, bevezethetjük őket az erdész, a vadász munkájába, megismertethetjük velük ezt a fantasztikus környezetet, és emellett rengeteget tudunk játszani, igazán ráhangolódni az erdei tempóra, kicsit visszalassulni ebből a rohanó világunkból. Amikor ideérkeznek a gyermekcsoportok, általában azt látjuk rajtuk, hogy egy kicsit mindenki megilletődött itt az új környezettől, de mégiscsak rácsodálkoznak a szépségére, és mire eltelik rajtunk az a 3 vagy 5 nap, addigra az itt eltöltött idő alatt annyira belejönnek az erdei életbe, annyira jól érzik itt magukat, hogy szinte el se szeretnének menni. Az, hogy anya nélkül kell aludni, az, hogy nincs itt a kismacim otthon maradt, senkit nem érdekel. Egyrészt elfáradnak, de nagyon elfáradnak a nap végére, másrészt ez a fantasztikus jó levegő és a rengeteg mozgás nagyon lefárasztja őket, és a rengeteg élménytől én úgy gondolom,
hogy nagyon jókat alszanak, mellé még jókat esznek is, napi ötszöri étkezést kapnak az itt alvósaink. Úgy gondolom, hogy a jövő generáció számára ez egy nagyon maradandó és olyan élmény, ami akár egy életen át elkísérheti őket. Ennyiből ez egy nagyon fontos profilja az erdőgazdálkodásnak, hogy az erdész munkája révén a természetet úgy ismerje meg, hogy a fenntarthatóság kapcsán ez egy a jövőnek az áloga.